Na, sziasztok, hello mindenkinek! Sziasztok, itt a várva várt videó, a pillanat, amikor leleplezzük a Herper fivérek által épített öntöző rendszer mi voltját és összetételét. Már sokan kértek tőlünk, hogy mutassuk be ezt az öntözést, hogy mi hogy csináljuk, hogy ti is kapjatok ebből új információkat. Hát mi ezt úgy készítettük el, hogy látjátok, itt van mögöttem, vagy mellettem a tartályunk, illetve az állványunk. Az állványról egy pár szót bírok nektek így mondani. Misi barátunkat már ismeritek az előző videókból. Neki fűrészeltünk össze egy jó pár akác oszlopot, és ezek mind különböző méretűek voltak. Misinek az volt a kérése, hogy 250 centinél ezt vágjuk el, mert neki az a hasznos méret, a többi az neki nem kell róla. És mi ezeket levágtuk, és ezekből a hulladékokból csináltuk meg, tehát akácfából a lábakat. Ezek 10-10-es akác lábak, illetve akác ferevítő deszkákat is még rászegeltünk, és így állt össze a szerkezet. A talpazatot is kellett hozzá szerkesszünk, mivel azért egy köbméter vízről van szó, azért az egy tonna, és féltünk azt, hogy meg fog süllyedni a szerelvény, és akkor itt fölborul, meg mit tudom én, tehát nem akartunk ebbe problémát magunknak. Ezt Ati mit leszte, ez az ő elkezdelése volt, leásott a földbe két védenyomnyit. Szépen kirakta két sor téglával, szépen beültette. És erre még került rá egy betonlap a biztonság kedvéért. Úgyhogy ez így készült el. A tartályt, azt látjátok, az 1000 literes, ezzel öntözünk. Itt még annyit tudok ehhez még hozzáfűzni, hogy az 1000 liter nálunk itt hát egy 300 méternyi veteményt fog táplálni vízzel. Ez a 300 méternyi veteményt, tehát az 1000 liter az kb. Egy olyan 45 percre elegendő bele, úgyhogy itt algásodásról szó nincsen, tehát ezt miért megelőzzük itt a kommenteket hozzá, tehát itt nincs lehetőség, hogy beágásodjon a víz, mivel egyből kifolyik belőle, és akkor nézzük meg itt az öntöző rendszernek a többi részét is. Hát IBC tartály, 1000 liter, szereztünk hozzá KPL-csőt, ezt mindenki ismeri, jó erős masszív cső, illetve hát az volt még itt az érdekes sztori, hogy összehozni a sűrűmenetes toldót a ritka menetes kétszolos
IBC-t tartanak a menetével. Úgyhogy, hát égen földön nem találtunk hozzá, nem tudom, hogy nálatok van, hogy van meg hogy nincs, de nálunk abszolút nem lehet hozzá kapni sehol. Bejártuk itt a fél megyét hozzá, és nem tudtak adni, úgyhogy úgy találtuk ki, megmondtuk itt a járkálást, hogy a saját IBC-t tartanak a kupakját egy 32-es fúróval átfúrtuk, belement ez a toldó résznek a menete, átment rajta, kapott egy gumigyűrűt, és a másik felére egy ellen darabot, rászorítottuk, és az ment így rá. Úgyhogy ezt fut végig ebből a KP-ecséből, 32-es KP-ecséből van nekünk a gerincvezeték kialakítva, és erre vannak rácsatlakoztatva úgynevezett indító csapok. Ebből is van több típus, van olyan típus, amit nem kell csappan nyitni, zárni, hát az fixen állandóan folyik, de mivel nem tudtuk pontosan, hogy elegendő lesz a nyomás itt a rendszerben, mert ugye 0,7, illetve 1,2 bár nyomásnak kéne lenni papíron a öntöző slagokba, hogy az szépen tudja termelni ki magából a vizet. Hát mi nem mértük meg, hogy ebben mekkora nyomás van, mi csak satszolni tudtuk, hogy ez így vagy elég lesz, vagy nem. Igen, de próbált követően megnéztük, hogy elegendő a nyomás végig, az utolsó csőnek a végéig is. Igen, tehát kipróbáltuk, hogy ment. Ha minden csap ki van nyitva, mind a 13 kiállás ki van nyitva, az kb. 300 méter takar, és ha a tartály olyan akár negyedig is van, akkor is még jobb benne a nyomás. Tehát megnéztük, a legvégén is szépen csöpög a víz, úgyhogy ez így teljesen rendben van. Illetve tehát azért lettek ezek a csapos megoldások nem a sima csap nélküli indítók, hogyha esetleg nem bírná el a rendszer ezt a sok kiállást, nagyon kicsi van a nyomás, akkor annyi, hogy akkor mit tudom én, elzárjuk a fele csapot, akkor a felét beöntözzük, aztán ez elzár, ez meg kinyit, és akkor mindent akkor lehet szépen öntözni. De erre nem volt szükség, hál' Istennek, mert bírja nyomást. Két colos csőből lett egyszorra szűkítve, és akkor megy tovább a KP-ecső. És akkor ez úgy történt, hogy 16-os fúróval, pillangó fúróval átfúrtuk a csövet a megfelelő irányba. Van egy gumi, hát ilyen tömít, azt bele kellett nyomni a lukba, és aztán meg beledugni ezt a csapot. Egy kicsit rászorítani, és akkor mehet rá utána a csepetető szalag, és akkor működik is a történet. A végére ott is többfajta megoldás létezik, szerintem akkor menjünk, hát nézzük meg azt is. Tehát vannak ezek a külön gyári záró elemek a cső végére, ilyen műanyag, mit tudom én mi, az is pénzbe került, nem akartunk rá annyit amúgy költeni, és a saját anyagából oldottuk ezt meg. Atti erről majd tud bevágni kis videót, részletet. Annyi, hogy amikor kiérünk a sorból, akkor ráhagy még egy 25 centinyi csövet, azt szépen egy 5 centis darabba föltekerjük, mondjuk négyszer, meghajtjuk és ráhúzzuk a
egy kis darabot még. És akkor szépen el van zárva, nem csöpög, nem ereszt. Illetve, tehát mivel kútvízről beszélünk itt, a homokosodás, ilyesmi, tehát az előfordulhat, hogy a csöp belerakódik a homok, meg különböző szennyeződések. Mi nem iktattunk be külön szűrőt ennek, mert saját tapasztalatból otthon is ezt már így alkalmaztuk, a technikát már egy jó pár évig, tehát vagy 4 évig használtuk, vagy 5 évig a saját kis otthoni rendszerünket. Ott is hasonló kútvíz van, és nem tömődötte. Tehát, hogyha 5 évet ki lehet vele húzni azt, hogy ne menjen tönkre, ne tömődjön el, akkor teljesen jó. Most vettünk 500 méter csöpögtető csövet, 12.500 forint, azt hiszem annyi volt. És akkor az jó 4-5 évig? Azt mondja, hogy tönkre, akkor felszedjük, és akkor veszünk másik csövet. Tehát azon már nem múlik, én szerintem. De mondom, tehát mi 5 évig használtuk otthon, és nem dugult el. Annyit szoktunk neki csinálni, hogy évente egyszer-kétszer átmossuk a csövet. Annyi. Tehát ez is olyan formában, hogy láttátok, hogy csapos megoldással van kialakítva, van 13 csap, elzárunk 12-t, a 13. végére eljövünk, lehúzzuk róla a zárórészt, tartály kinyit, és akkor nagy nyomása, hogy jön a csőből végig, akkor szépen kimossa belőle a szemetet, a mocskot, tartály elzár, végzáró visszadug, kész, és a következő is, meg a sorba a többit is átad, akkor szépen mosogatni. Hogyha erre szükség van, persze, tehát ez se törvényszerű, csak hogyha az ember látja, hogy már hát nem akar csöpögni, vagy mit tudom én, akkor valószínűleg az már azért van, mert el van egy kicsit tömődve a rendszer. Erről a csőről még annyit tudok elmondani, hogy ezek ilyen speciális technikával készült, ilyen lézerrel vágott lukak vannak rajta, amin szépen csöpög a víz. Ennek a lefektetését úgy szoktuk alkalmazni, hogy meg van jelölve, ahol a 2 darab kék csík van, az legyen fölül, mert ott van rajta a vágás. És ez abból a szempontból is fontos, hogy hát hogy mondjam nektek, hogy ha nem fejjel lefele van, ha fejjel lefele van, akkor kifolyik belőle a víz. De így, hogy a luk fölül van, és hogyha már elfogyott a tartályból és a víz, akkor is marad víz a csőben is. És nem bír a cső kiszáradni. Mert ha a cső kiszárad belülről, akkor csapódik ki belőle az összes ásványi só, meg minden kutyafüle, és azt tömíti el. Hogyha víz marad, tehát folyékony halmazállapotú akkor nem bír úgy kicsapódni belőle a vízkő, meg semmi. És akkor szépen itt vannak a sorok, véghúzva rajta a csöpögtető szalag. Most jelenleg még nem folyik a víz, mert most a tartályt töltjük, de mindjárt lesz egy teszt, akkor mindenki lássa, hogy miről van szó, hogy ez hogy működik élesben. Itt látjátok, hogy föl van kötve a KPR-cső egy kis karóra. Ez azért van így, miatt megkérdeztek, hogy nagy leszakadjon. Tehát mivel ez, amit én ide kókányoltam, ez nem egy gyári megoldás, tehát nem annyira erős, mint a gyári, és hogy ha itt hagyjuk a rendszert, nehogy lelökje magáról, és akkor itt folyna a vízvilágba. Arról is már volt szó, hogy a öntöző rendszert azt mi időzítővel oldottuk meg, hogy ne kelljen azért itt ülni mellette, mire fölhúzzuk a tartályt, leeresszük, mit tudom, tehát látjátok, a konnektorba bele van dugva egy ilyen bármelyik parkácsboltba szerintem kapható ilyen időzítő, be van állítva, mit tudom én, 2 óra hosszára, és amikor eltelt a 2 óra hossza, akkor szépen lekapcsol az egész rendszer. Így van. Úgyhogy ez még egy ilyen megoldás volt. Továbbá, hogy miért döntöttünk itt emellett, a technika mellett, tehát ez több szempontból is érdekes, tehát egyik az, hogy ne kelljen slaggal szerencsétlenkedni nap óra hosszákat itt végig minden nap, illetve költséghatékonyság szempontjából. Mert így, hogyha ez a rendszer van képítve, ez a csöpögtetős rendszer, így a víz csak oda megy, ahova szükség van rá.
Tehát nyilván, akinek van kertje és ilyennel foglalkozott, az tudja, hogy azért nem csak a kultúrnövény nő a kertben, hanem nő a gaz is, és azért a gazt az ember ne locsolja, ha nem muszáj. Úgyhogy itt most csak az van öntözve, amit tényleg szükséges, illetve másik szempontból, tehát itt a kertben a víz az eléggé vasas, tehát hogyha fölről öntöznék ilyen spiszkelős megoldással, akkor mindenhova jut víz, illetve ez a, hogy mondjam, vasas rozsda kiül a növénynek a levelére, és hát nem valami szép látvány, lehet, hogy nem is egészséges neki úgy. Több szempontból is ez így vérzik, ez a spiccelős történet. Ezért döntöttünk mi itt a csepetetős rendszernek a kilakításán. Jó, kell egy kicsit pénzt beruházni, de hosszú távon ez megtérül. Tehát ebben nincsen probléma. Most ez a kezdő évünk itt kint a kertben, ahol elkezdtünk gazdálkodni, jövőre ezt még magasabb szinten szeretnénk ezt így művelni, külön parcellákba sok mindent szeretnénk mi termelni. Málnát, eperet, ribizlit, meg hát lesz még az a vetemény is, krumpli, meg mit tudom én, majd látjuk azt, hogy mi lesz, meg hogy lesz. Illetve még itt egy picit még mondok erről az öntözésről, mivel valaki megkérdezi, hogy miért vannak itt a, vagy miért van itt a gerinckábel fölkötve a földtől egy 10 centire. Hát ennek úgy funkciója amúgy nincsen, ez azért van fölkötve, hogy ha esik is az eső, hogy valami, akkor ne legyen csupa mocsok sára a csap. Tehát ennyi az összes oka, miért ezt fölkötöttük. Ez nem szükségszerű, ez csak mi így döntöttünk, hogy akkor így legyen. Na és akkor van már a tartályunkba, kérlek szépen egy olyan 400 liter víz, és akkor nézzük meg a... Csap indul. Körülbelül egy perc alatt eljut a víz mindenhova, az elejétől a végéig, és meg tudjátok majd nézni, addig még eljut a víz a végére, akkor menjünk a sornak a legszélső pontjára. Tehát ahogy mondtuk, ez körülbelül ez az egy hordó, egy olyan 300 méternyi beteményt szolgál ki vízzel, de nem is kell hozzá akkor a nyomás, hogy a tartály tele legyen állandóan, hogyha ilyen negyedig van, akkor is tud nyomni végig a sorok között a vizet. Annyi különbség, hogy a nyomás egy picivel kevesebb, mint a kisebb, mint hogyha hát annyi, hogy nem, a hordó. Nem olyan sűrűn csöpök, de amúgy megfeladatszínat, tehát semmi is vele. Hát legutóbb 3 nappal ezelőtt voltunk kint, és meg tudjuk nektek mutatni. Tehát itt a föld még mindig nyírkos, látjátok? Nem tudom, hogy itt kamerában mennyire jön át, de a föld itt még mindig jó vizes. És a víz már ideért. Csöpök lehet látni a videóba. Jó, mondjuk az is igaz, hogy nincsen még 30 fok meleg, de szerintem ez így reális, hogy kijövünk 3 naponta körülbelül, föltöltjük a tartályt, az 1000 liter, az ezt így be tudjuk szépen öntözni. Most még egyelőre, aztán lehet, hogy ezt majd sűrítsük, mit tudom, még 2 naponta, meg ha kell, akkor még kilakítunk egy másik automata rendszert, hogy ne is kelljen kijönni minden nap, vagy minden másnap, hanem bizonyos időközönként bekapcsol a szivattyú, és akkor, amikor föltöltött mindent, akkor még kikapcsol. Itt most jelenleg egy tartály van beüzemelve, még ebbe az évbe, a közeli jövőbe, tehát 1-2 héten belül még egy tartályt beüzemelünk, jövőre meg még 2-t. Tehát összesen egy 4-5 tartály fogja kiszolgálni ezt a területet öntözés szempontjából. Úgy lesznek meg kilakítva a sorok, hogy egy olyan 80 centis sortávolságot fogunk majd hagyni mindenhol, minden típusú veteménynél. Ne kelljen kapálgatni kézzel, meg ilyesmi, hogyha nem muszáj, hanem sorok között szépen lehet majd oda-vissza menni rotával. És a kertnek a 4 végével elhelyezve a 4 tartály, ugye ott... Hát szinte. Elő lesz egy veteményhez vezető tartály, illetve másik oldalra, valamint ami már készen van,
illetve ugyanennek majd a tükörképe a másik oldalról is ez lesz kiépítve, és akkor mindegyik parcellában lesz egy külön tartály, ami üzemeli már a rendszert. Hát mire elérjük itt a teljes kapacitást a rendszerhez, az még legalább vagy 2 év, de akkor ez úgy lesz, hogy olyan 2000 méternyi veteményt, vagyis hát kultúrnövényt szeretnénk megfoganasítani itt a kertbe. A fákon kívül. A fákon kívül lesznek gyümölcsfák, és ahogy vannak most is szép gyümölcsfák, lesz még ősszel ültetve gyümölcsfa, és erről is fogtok majd látni videókat. Meg persze, ahogy majd szabadul fel a szezonban mennek ki a fenyőfák, akkor itt is lesznek azért még beültetve más kultúrnövényekkel is. Lesz tudom, hogy még sok majd a videó itt a kertben, hogy mit csinálunk meg, tényleg lugastól kezdve múlcsolás, mély múlcsolás, fametszés, kertrendezés, veteményezés, mindenféle videó. Még egy dolog eszembe jutott itt a... Tehát mivel még most itt Erzsébetben nincs lehetőségünk itt a múlcsolásra, mert nincs annyi múlcsoló anyag, amivel lehetne itt dolgozni, így Erzsébetben olyan technikát fogunk alkalmazni, ez is egy jól bevált technika, hogy folyékony műtrágyát fogunk kijutatni 3 részletbe legalább a idei szezonban, egy indító, illetve még vagy 2-3 a termés előtt után, vagy nem tudom, hogy majd szükségét látjuk. Tehát ez is olyan formában, hogy vagy zsákos formában ezt megvesszük, feloldjuk vízbe, és akkor be lesznek öntve a tartályokba, és akkor szépen kicsepeg oda, hova kell. Vagy folyékony formában, és akkor úgy kerül majd kiosztásra a tartályok között. Így van. Vagy akkor termést akkor maximalizáljuk. Szerintem most elmondok nagyjából mindent így ezzel kapcsolatosan. Hogyha van kérdés, akkor lehet írni a komment szekcióba, vagy van Facebookon, vagy akárhova, kérdezzetek tőlünk, e-mailbe. Ha bírunk válaszolni, akkor válaszolunk, ha nem, akkor meg nem. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett. És akkor viszont sziasztok. Szerbusztok.